A Sárospataki vasútállomás mellett hónapok óta látható az a sok ledepózott kő, amely a vasúti pálya felújításához kell majd. A térségben élők nem csak a menetrend szerinti következő vonatot várják, hanem ezeket a munkálatokat is, hiszen tavaly év végére befejeződött az Olaszliszka Tolcsva állomásig tartó szakasz felújítása, amely a tervek szerint most nyáron tovább folytatódik. Ennek eredményeként pedig most egészen Sárospatakig elvégzik ezeket a munkálatokat. A vasút felújítása folytatódik, mint ahogy a Sárospataki állomáson is látjuk ezt a hatalmas mennyiségű kő áradatot. Ezt 2016. decemberéig be fogják építeni, vagyis tovább folytatódik június közepétől vágányzárral a teljes felújítás Sárospatakig fog elérni, majd pedig a jövő esztendőben Sárospatak és Sátoraljaújhely között, ami beruházás nehezíti, hogy itt plusz 1,5 milliárd forinttal többe kerül ez a pár kilométer az árvízi törtés védelme miatt. A pályafelújításokat követően várhatóan 2018-ra a teljes vasúti hálózat villamosítása is befejeződik, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az eredeti tervektől nem térünk el, itt többször került veszélybe ennek a beruházásnak a folytatása, azonban mindvégig a MÁV felső vezetésével sikerült tartani az ígéretet, ami azt jelenti, hogy 2018 év végére befejeződik a teljes felújítás a villamosítással együtt. És itt kérem a türelmét a zempléni polgároknak, hiszen sok tortúrával jár most is ez a felújítás a vágányzárral, azonban megéri várni. Én már tavaly évvégén utaztam Vámosújfalu és Szerencs között 110 km-es sebességgel a mostani 60 helyett például. Tehát látszik, hogy érdemes kivárni. Itt szeretném elmondani, hogy a hazai forrás mellé uniós forrást sikerült ragasztani, tehát ezáltal fog megújulni Zemplénnek a vasútvonala. Az utazó közönség elsősorban a MÁV internetes felületén tud utána nézni annak, hogy a vágányzár pontosan meddig tart, és milyen szakaszt is érint, illetve arról is, hogy az meddig tart majd.